Nekem ez az őszi időszak mindenképpen a kedvencem, nem csak azért, mert ilyenkor a legjobb az időjárás, hanem ilyenkor vagyunk az őszi szünetek után, rengeteg friss zöldség és gyümölcs található, és persze lehet találni köztük rengeteg egészségeset is. Azt hiszem kétségbe vonhatatlan az az állítás, amit már nagyon sokszor hallottam, hogy attól lesz finom az étel, hogy milyen alapanyagokból készül. Ha az alapanyag jó, ha az igazi, ha eredeti, ha annak íze van, az étel sem lehet rossz, és nagyon finom ez a leves is. Az ott micsoda? Ez egy vegán keszadíja. Édes burgonya pürét találsz benne. Először megsütjük az édes burgonyát, ebből készítünk egy pürét, az kerül bele a keszadéjába, sülpadlizsán kerül bele, és füstölt tofu. Ez van benne hús helyett. Egyre nagyobb igény mutatkozik az egészséges ételekre, ezért használják egyre többen a gasztronómiában ezeket az alapanyagokat, édes burgonyát, vörös lencsét, tofut. Az éttermek is ezt az igényt felismerve egyre jobban megválogatják az alapanyagaikat, megnézik, hogy mit vesznek meg, hiszen attól lesz egy étel igazán finom, hogy az alapanyag, amiből készül, az magasabb minőségű, az tápértékben gazdagabb, a végeredményt ez befolyásolja jobban, mint esetlegesen a technika, amivel elkészítjük az ételt. Többen kérik az éttermekben az édes burgonyát, lassan felváltja a hamburgerek mellé a sült krumplit. Sokkal egészségesebb, lassabban felszívódó szénhidrátokat tartalmaz, és rengeteg olyan egészséges anyagot, ami miatt sokkal értékesebb étel, mint a hagyományos burgonya. És biováltozatot használva még egészségesebb az étel, ami elénk kerül. Esetleg mézzel, csili paprikával fűszerezve, fogyasztható télen sütőtök helyett is. Érdemes így is kipróbálni.